Tehát ugye vágások és szúrások ellen. A vastag ruha azért célszerű, mert amikor megérkezik az ütés, annak az erejét ki kell tompítani. Így van. Ezek fából készülnek, mert a felső részét tudunk kívülni. Ez akkora, mint én. Hát így van. A fejvédő felszereléseknek a csúcsmodellje az 1200-es években a fazékosak lesz majd. Az alapján vödör vagy fazéknak nevezik ezt a sisakformát. A szemnyílás az nincs ennyire kinyitva, tulajdonképpen egy ilyen szűk szemnyílást kell elképzelned. Jó. Mindenkinek a saját méretére készítik ezeket a felszereléseket. Az alsó arcrészt azért juggatják át, ugye, hogy levegőt kapjanak. Teljesen védi már a fejét az illetőnek, a vitéznek. Hát van, amikor becsúszik egy nyilvessző vagy egy partnerre, ugye szemen keresztül. A pajzs, ugye ugyanezekkel a színekkel rendelkezik, a kar, az is rajta. Viszont a lándzsa, és a lándzsán lévő zászló is ugyanaz a színekkel, ugyanazok a jelekkel lesz ellátó. Tehát lényeges, hogy egyből tudjuk azt, hogy a társunk-e, vagy pedig az ellenség. Jaj, bocsi, te voltál, tehát ugye már nem olyan bokán rúgtam, hanem akkor már nincs meg a lábam. Hogy pajzsokkal összeállnak, ugye én is nálam is itt egy pajzs, nálam is egy lándzsa, ugye pajzsfalat alkotnak, és tulajdonképpen egy zárt pajzsfal lándzsa erdővel néz szembe az ellenséggel. Jó? Most Misit le fogjuk szerelni. De még mit? Álljon, Misi, álljál oda be azonnal, légy szíves, mert szembe igen, és kanyarodj. Az az, nagyon jó. Pajzs magad elé. Kicsikét a pajzs. Hát itt most csak bemutató lesz, hát semmilyen vére ne számítsatok, csak összecsapunk. A szabja az könnyebb lesz, mert vékonyabb anyagból van, tehát gyorsabban tudok vele dolgozni, csuklófordítás. Benyúlok, és utána Misiből ugye egy 9 ujjú várépítőt fogok majd, ugye, mert meghúzom, kardját ugye elejti, fogod, jön várat építeni. Vágok, fordítok, és már is megyek tovább. Most ugye megy egy fejvágás, Misi fogja védeni, csak hogy én nem úgy fogok vágni vele, hanem már így fogok vágni vele a fokéllel. A legbátrabb a fegyvere, ezzel úgy védekezünk, hogy támadunk. Van egy lándzsa, ő megpróbál, hogy megszúrál, de nem viszi be, ugye, mert nekem az a kell menni, ha a család lát. Megszúrás megvan. Én addig fogok ezzel dolgozni, ami ugye el nem tudom venni tőle a lándzsát. Nézd, tessék, is szúr. Nagyon gyors lesz. És tulajdonképpen egy olyan helyzetbe hozom ellenség, hogy, mert ő nem szeretné elengedni a fegyvert, ha ezt még erőszakosabban és gyorsabban csináljuk, akkor fica. Számszerű, ókori fegyver, középkorban is használják, keresztes háborúk idején fog majd elterjedni, és a Misin lévő páncét lehet átlőni vele. Onnantól kezd viszont tényleg életveszélyessé válik a készülék, nagyon nagy erővel megy, és a láncszövetet is átsza ki. A végállomás az lesz, amikor egy kis csörlő van az őre felszerelve, kis motola, és ugye lelóg egy ilyen kampós zsinek, és annak a segítségével lehet szépen felhúzni. Hát nyilván ez több időbe fog telni, de olyan erővel fog rendelkezni az a számszeriász, hogy elemezes páncét is átviszi. A magyarok az összes többi szkíta néphez hasonlóan a derekukra kötik a tegezt. Szkítákkal hallgatok már? Igen. Robin Hoodnak ugye van ez a... Abban a korszakban, amikor Robin Hood és hiteles Robin Hood filmet akarunk megnézni, akkor ez a longbónak, ez a hosszú énnek nevezett, ugye legalább 2 méteresi. Ezt lóhátról nem lehet használni, csak gyalogosan. Ez azt jelenti, hogy ha én a számszeréből egy nyilvesszőt lövök ki, akkor tulajdonképpen a ilyenból még 3 nyilvesszőt tudok kilőni. Egészen addig, amíg megint csak el találnak esetleg, és akkor ugyanez. Összeveszem, legugolok, elszámolok, veszik fel. A leesett gombócokat fölvesszük, és azzal játszunk tovább. A játéknak a lényege a következő, egyrészt, hogy jól érezd magad. A másik lényege pedig az, fontos, hogy kifejlődjön az, hogy becsületesség. Tehát nem kiabálsz át a szomszédba, hogy megvagy, eltaláltad a gugolja, meg ilyenek, mert ő ugyanúgy hallotta a feladatot. De... Arra egy nagyot. Nagyon figyelj. Ja. Igen, minden másodiknak. Na, na. Alakul. Jó.
Igen. Na. Az egyesek bemennek majd az első ládából három adag gombócot, mert van, amikor kettő van egybekötve, de az egynek számít. Három adag gombóc, a másik ládából papajzs, egyet vesznek el belőle, ha ezzel megvagytok, akkor bementek oda a négyszögbe, ahol voltunk, jó, az egyesek. Kettesek pedig, hogyha majd felszedik a felszerelést, akkor pedig majd oda fognak menni, jó. Riadó van, ilyenkor fegyverbe, mindenki rohan, fegyelmezetten fölfegyverzi magát. Vagy, ha nem, akkor mondtál. Ugye a dobás. Láttátok ugye, hogy a hajtóbárat nem így dobtam. Meg nem is így. Tehát nem a csirkéket etetjük. Baromfjúdvarban harcolunk. A harcnál ugye föntről indítom a dobást. Jó? Felkészültetek a harcra? Ez az, elkészülni! Alig előre lehet menni, mert a sikokat adunk. Hajrá! Gyerünk! Átosunk mindenki! Csítsd be, fölveszed a gombócot, és már is tűzol lesz! Ne dobjunk vissza semmit, ne dobjunk vissza! Ne dobjunk vissza! Védd magad a pajzsal, védd magad, azért van a pajzs. Gyerünk! Még? Jó, már csak ezt meg kibírjátok.
abból nem engedtek el kivágni, és csak a kalauzok segítségével lehetett eljutni ezeknek a helyeknek.